Többek között ilyen kardokkal is találkozhatnak azok, akik szombaton ellátogatnak a második nyíregyházi búdógálára, a Kodá iskolába. De nem csak kardokkal, hanem kardkovácsokkal, japán festményekkel, kimonókkal és mesekönyvekkel is megismerkedhetnek az érdeklődők. Lesz még karate és jiu-jitsu bemutató is a végig interaktív rendezvényen. Ennek a rendezvénynek a célja a japán harcművészetek megismertetése, a szellemiségének a megismertetése. Láthatnak fegyvereket, láthatnak a színpadon, illetve a kiállító térben is kardokat. A színpadon pusztakezes bemutatókat is láthatunk, karate, illetve jiu-jitsu, illetve itt lesz a Suzuki Kimiyoshi Sensei, aki szintén kardiskoláját fogja bemutatni. Mindenkivel lehet beszélgetni, meg lehet szólítani, a kiállítók ott lesznek a Kardjaik mellett lehet kérdezni bármit, a bemutatózókkal, illetve a, a bárkivel lehet beszélgetni, kérdezni dolgokról, kardokról, harcművészetről. Ez egy egész jó kis interaktív műsor, illetve program lesz. Az elmúlt évben nagy sikere volt a rendezvénynek. A látogatókat érdekelték a japán harcművészetek, és a japán kultúrával is szívesen ismerkedtek. Ez egy különleges dolog, egy különleges eseménysor, hogy így mondjam, nem csak különböző harcművészeteket láthatnak a, a színpadon. Csak kiállítók között sem csak kartkovácsok, fegyverkészítők vannak, hanem hanem gyógyászattal foglalkozók gyűjtők, mesekönyvírók, tehát egy olyan széles spektrum, az egész, amely ezt az egész életet, az életnek a filozófiáját bemutatja, ami alapon egyébként a harcművészetek is ö, nyugszanak. Mi azért gondoltuk, hogy már tavaly is, hogy ez fontos lehet, ö, mert ö, ez érdekelheti az embereket. Ez egy teljesen más világ, egy teljesen olyan világ, ami, ami előtt a miénktől, és ami az emberek számára általában az érdekes szokott lenni, ami jó ö, pozitív gondolatokat sugározva mutat meg különböző dolgokat, és tavaly, mivel nagyon nagy sikere volt, Sárgori úr ismét megkeresett, bennünket, és úgy döntöttük, hogy ismét támogatjuk ezt a rendezvényt. A program 10 órakor kezdődik a Kodály disztermében, ahová 16 óráig várják az érdeklődőket a szervezők.